Elnézést. Ennek nem lett volna szabad az utolsó dolognak lenni, amit mondok. 20 év bejelentés után. Úgy értem, nem vagyok egy különösen szentimentális típus. Egyszerűen nem az én stílusom. De most jöttem rá, hogy ez itt a vég. Úgy értem, ne értsenek félre, ez csak egy munka. És hogyha a munka jó szórakozás lenne, akkor nem fizetnének érte. De időnként vannak olyan pillanatok, amik nem is annyira rosszak. És bármilyen okból kifolyólag is, ezek azok a pillanatok, amikre jelenleg gondolni tudok. Tudják, egy munka 99%-ban szívás. Éppen ezért fontos, hogy kiélvezzük azokat az apró pillanatokat, amik nem azok. Azok a kis momentumok, amikor jól szórakozunk, miközben épp pihenünk, vagy amikor egy érdekes beszélgetést folytatunk le egy kollégával, vagy csak valami történik, amin nevetni tudunk. Esetleg olyan pillanat, amire büszkék lehetünk. És ha szerencsések, akkor még barátokra is lehet a kollégáiban. Nem igazán tudom, hogy mi másra is vágyhatnánk egy munkától. Bárhogy is, köszönjük, hogy velünk vásárolt. A Cloud9 most bezár. Jenny, brand new voice. Azt hiszem, semmi más nem tudná jobban körülírni azt, hogy miért a Superstore volt az elmúlt évtized legmeghatározóbb munkahelyi komédia produkciója. És hogy mekkora őrült az NBC, hogy tulajdonképpen bezárják a Cloud9-ot. Egyrészt az alkotók nem szerették volna, nekik voltak terveik a 7. évadra, másrészt pedig szerintem nem igazán tudok elképzelni egy ennél fontosabb időpontot, amikor szükség lenne a világnak egy olyan sorozatra, főleg az amerikaiaknak, ami azt mutatja meg, hogy milyen is azoknak a dolgozóknak az élete, akik minimál bérért ott vannak minden egyes nap, és még a koronavírus kellős közepén is minden egyes nap bejárnak, és minden egyes nap dolgoznak. Azért, hogy kiszolgáljanak bennünket. És ez egy iszonyatosan fontos dolog. És nagyon sok mindent tudnék felsorolni, vagy felsorakoztatni egyébként, amellett, hogy miért a Superstore az NBC egyik legfontosabb sorozata, és miért az NBC elmúlt évtizedének a legfontosabb sorozata. Függetlenül attól egyébként, hogy én nem kimondottan tartozom azok közé, akik óriási nagy rajongói lennének ennek a sorozatnak, láttam az első évadát, szerettem, nagyon-nagyon szerettem, van benne valami, nem is tudom mi a jó szó rá, nem biztos, hogy a... Jaj, mi lehet ez a szó? Van valami romantikus abban, ahogy ez a munkához, illetve az ottani munkatársakkal való kapcsolatokhoz hozzááll ez a sorozat, és nekem mindig is ez volt az, ami igazán imponáló volt ebben a sorozatban. Mondom, függetlenül attól, hogy nagyon-nagyon régen nem néztem. Hébe-hóba azért egy-egy finálit vagy premiért megnéztem belőle, ugye második évad közepét követően, de ha azt vesszük figyelembe, hogy 6 évadon át képes volt műsoron maradni, és megélt 112 epizódot, az szerintem igencsak kijelenti azt, hogy ez mennyire egy fontos produkció. Tegyük hozzá azért azt is, hogy valószínűleg azért ért véget most ennyire hamar, ez a sorozat is ennyire relatíve hirtelen, hiszen az alkotók is csak a szezon fele írásánál tudták meg azt, hogy az NBC így döntött, mert igazából ez egy olyan sorozat, amire óriási nagy szükségünk lenne, és az NBC-n nem tudnék megnevezni egy másik olyan produkciót, ami 6 évadot megélt volna az elmúlt évtizedben. Mert ugye a Brooklyn Nine-Nine sem, hiszen ők is 3 évadot húztak le, a The Good Place 4-et, körülbelül ugyanennyit húzott le, 3 körül azt hiszem a Will és Grace feltámasztása is, és nem nagyon volt olyan sorozatuk, ami túlélte volna az első évadát komédiák terén. És ehhez képest a Superstore eljutott a 6. évadába, ami szerintem abszolút egy figyelemre méltó teljesítményt tette, mindezt úgy, hogy az első és az utolsó évada az egyébként rövidített félszezonos dolog volt,
És ahhoz képest viszont szerintem azok az apró pillanatok, amik jellemzőek voltak a Superstore-ra, azok mind-mind nagyon-nagyon kedvesek és kellemesek. Én egyébként mindig is a karaktereit tudtam értékelni és szeretni benne. És tulajdonképpen ők azok, akikre nem is lehet belekötni, ők azok, akik nagyon-nagyon jól tudnak működni. Szerintem minden kis túlzással, azért szögezzük le, kis túlzással akár minden téren, de tényleg nem nagyon tudok elképzelni egy olyan szituációt, amikor bizonyos karakterek ne úgy viselkednének, ahogy szeretnénk, hogy viselkedjenek. És bár azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy ez hiába egy kamerás produkció volt, mégis pontosan azért, mert a karakterei azok nagyon-nagyon kiszámíthatóak voltak, és igazából az egész sorozatnak a humora valahol nagyon-nagyon kiszámítható, ami miatt nem is volt annyira vicces, mint az Office. Mégis én azt mondom, hogy az Office és a városfejlesztési osztályhoz hasonló jelentőségű produkció, pontosan azért, ahogy különböző komolyabb témákkal bánt az elmúlt évek során, pontosan azokért a tulajdonságokért, amikért eljutott a 6. évadáig, és amiért a közönség oly nagyon-nagyon tudta szeretni ezt a Superstore-t. Szóval, ha még nem néztétek, akkor mindenféleképpen ajánlom. A mai adásban egyébként meg lesz szó róla, hiszen múlt csütörtökön ért véget a Superstore 6. évada, és ezzel a Cloud Nine tényleg bezárt, az utolsó három részét pedig muszáj volt emiatt megnéznem, főleg azután, hogy megtudtuk, hogy a Cheyenne sorozatból sem lesz semmi, szóval a Superstore az így teljes mértékben megszűnt létezni, és ez egy nagyon-nagyon rossz hír az NBC számára. Én itt a köszinte leszek, én a Peacock helyében nagyon-nagyon szeretném, hogyha fölkaroltál volna, mert simán az a fajta komédia, amiben még bőven lett volna potenciál. Fontos sorozat lett volna ez, hogy főleg most így 2021-2 környékén is műsoron legyen, de az élet kegyetlen, az NBC meg még kegyetlenebb. Sziasztok, ez itt a JNA Brand New Voice, Magyarország első és egyetlen sorozatterápiája, senkit sem szeretni kikúrálni, sokkal inkább megfertőzni mindenféle földi jósággal, mint amilyen a Superstore is. Egyébként a mai adás az egy iszonyatosan húzós produkció lesz, ugyanis brutál mennyiségű produkcióról szeretnék majd szót ejteni ezen a héten, ebben a mai adásban. Kezdjük azzal, hogy múlt héten benéztem valamilyen okból kifolyólag a naptárt, mert én teljesen abban a hitben éltem, hogy majd 26-án mutatják be a King Kong és Godzilla filmet, és hát kiderült, hogy hát igazából én ezt úgy benéztem, mint most nem jut eszembe semmi jó hasonlat, de nagyon benéztem. És a vicces az egészben az az, hogy Kínában nyitott egyébként 26-án, tehát azért annyira nagyon-nagyon nem tévedtem, csak egy az HBO Max az valamiért eltolta az egészet, azt hiszem 31-ére, talán mint hogyha most szerdán debütálna majd a Godzilla King Kong ellen című film, ami egyébként, csak úgy halkan jegyzem meg, hogy abban az országban, most nem emlékszem, hogy Kína vagy Japán, azt tudom, hogy nem a szülőhazájában, hanem a másikban, ott bemutatták a filmet, és brutálisan nagyot ment már az első napon, és az első hétvégén egyébként világviszonylatban már több mint 100 milliót termelt ez a film, és ezt szögezzük le, hogy a New Line, vagy nem, Legendary forgalmazza őt Kínában vagy Japánban, tehát ők igazából brutálisan nagyot kasszáltak ezzel a filmben, szemben valószínűleg majd a Warner-re, de hát ez majd ugye úgyis hamarosan vélhetően majd ki fog derülni, de a lényeg ennek az egésznek az az, hogy nagyon-nagyon várom ezt a filmet, iszonyatosan izgatott vagyok miatta, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog majd kikerekedni ebből a moziból, mert tényleg nagyon várom ezt a filmet, és nálam valószínűleg így az év filmje, így várás szempontjából egészen biztosan. No de, múlt héten, és akkor kezdjük gyorsan ezzel a ténnyel, végre láttunk valami James Gunn-nak a Suicide Squad-jával, nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én teljesen belebizselektem, tehát ez egy iszonyatosan őrült film lesz, pontosan olyan, amilyet csak James Gunn tud csinálni, pontosan olyan film, amire szerintem minden öngyilkos osztag rajongónak szüksége van. Végre valahára úgy látjuk Margot Robbie-nak Harley Quinn figuráját annyira őrülten és eszelősen, mint amennyire igazából eddig is láthattuk volna, vagy látnunk kellett volna. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre a dologra. Egyetlen egy dolog volt, ami nekem nem tetszett az előzetesben, ez pedig King Sharknak a kinézete. Kicsit lehet, hogy azt mondom rá, hogy túl kövér, nem tudom, hogy ez mennyire helytálló, de nekem tulajdonképpen valamiért az ő vagy azzal volt bajom, hogy tényleg túl kevér, vagy a CGI-jal volt bajom így nagy amplátban nézve a dolgokat, mert
az nem ütött nekem akkorát, mint szerettem volna. Egy kicsit olyan low budgetes szituációja volt a dolognak, mint hogyha valami egészen más dologra ment volna el a büdzséjük. Amiben egyébként, ha belegondol az ember, akkor valószínűleg az így is van. A kérdés persze ilyenkor mindig az, hogy na de vajon akkor mire költhették el a pénzt? legalábbis engem valamiért mindig ez a része volt az, ami a legjobban tudott érdekelni a sztorinak. És bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk látni, egész pontosan augusztusban kerül majd bemutatásra ez a kiváló filmecske, filmcsemege, és nagyon-nagyon jó lesz majd, amikor látni fogjuk, mert ezt tényleg megmutatja, hogy mennyire durván akciódús lesz, meg mennyire megmutat az, hogy mire lehet számítani ebben a filmből. A sztoriból mi tulajdonképpen az égét a világon nem tudtunk meg semmit, de azt tudjuk, hogy Starro benne lesz ebben a filmben, és onnantól kezdve, hogy Starro benne van ebben a filmben, gyerekeket, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, mit fog tudni kihozni James Gunn, mert azért ez nem egy mindennapi felhozatal, ez egy abszolút érdekes öngyilkos osztag verzió vagy csapat, amit itt összetákoltak, és igazából minden egyes karaktere irgalmatlanul érdekesnek és izgalmasnak tűnik, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog kikerekedni majd ebből a filmből. Augusztusig kell még várnunk arra, hogy megtudjuk, és utána mindenre fény derül, de szerintem ez az öngyilkos osztag tipikusan egy olyan mozi lesz, amit mi nagyon-nagyon sokáig fogunk nézni, és nagyon sokszor fogunk újra és újra megnézni. A mai adásban rengeteg izgalmas produkcióról lesz szó, ugyanis az elmúlt hét az dúskált bennük méghozzá nem is kicsit. Többek között a Winona Earp 4. évadának a 10. epizódjától én szétdurrantottam az agyamat egyszerűen. Hú, basszus kulcs. Komolyan mondom, hogy ha ma nem tudok beszélni erről az epizódról, akkor külön kérdést kellene kicsinálnom, mert elképesztően zseniálisan jó volt ez a bizonyos epizód. Megnéztem ugye Superstore-nak az utolsó 3 epizódját, végignéztem a Paradise City-t, ami az Amazonon debütált, 8 epizód, egy nagyon érdekes, nevezzük itt érdekesnek, rock'n'roll produkcióról van szó, aztán megnéztem az Amazonon az Invincible-nek az első 3 epizódját, amiről szintén mindenféleképpen szót kéne ejtenünk ebben a mai adásban, illetve a Kinennek, illetve a Young Rocknak is láttam az 5. epizódját, mind a kettő nagyon-nagyon érdekes volt, de én úgy érzem, hogy ha Kinen erre a szintre be tudna állni, akkor a Kinen egy bitang jó sorozat tudna lenni, mármint pontosan az a komédia, amit én szeretnék egy Kinen Thompson kaliberű fickótól látni, illetve ezen kívül debütált a Superman és Lois, pontosabban elment szünetre az 5. részét követően, ami megint csak egy brutálisan erős felvonása volt ennek az egész történetnek, úgyhogy kíváncsi leszek arra, hogy vajon melyek lesznek azok a produkciók, amikre ma ténylegesen sikerül szót kerítenem, de ahogy mondjam, nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok a múlt héten látott sorozatokkal, ugyanis elképesztően jó epizódok voltak mindegyik produkcióból, úgyhogy szeretném ma beszélni mindenféleképpen a Superstore-ról, az Invincible-ről, a Superman és Lois-ról, a Paradise City-ről és a Winona Earp-ről is. Reméljük, hogy bele fogunk férni a következő bő 50 percbe. Hát akkor csapjunk is bele gyorsan ebbe a lecsóba, és meglátjuk, ameddig jutunk velük. Címlap sztori. Bezárt a Superstore. Tulajdonképpen a felvezetőmben én elég sokat beszéltem már a Superstore-ról, de úgy voltam vele, hogy adjuk meg neki ezt a tisztességet, amit megérdemel. Mert ez tipikusan egy olyan munkahelyi komédia, ami egyrészt olyan szintű ritkaságnak számít minőségét tekintve, mert munkahelyi komédiából azért hébe-hóba akad egy-kettő, de azért megküzdöttek sem annyi, mint mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es években volt. Szóval mindenféleképpen egy kicsit ritkább, de The Network szinten pedig nagyon-nagyon magas minőséget képviselt. Függetlenül attól, hogy szerintem egyébként a Superstore nem tartozik a szuper vicces produkciók közé, megvannak a maga pillanatai, vannak olyan momentumok benne, amikre azt merem mondani, hogy ez tényleg nagyon szórakoztató, ez tényleg nagyon-nagyon jó, de vannak olyan pillanatok, amik után az ember úgy van vele, hogy ez mi volt. És az esetek túlnyomó többségében egyébként a Superstore szerintem valahol ebbe a kategóriába kerül belesorolásra, vagy én nem is tudom, mi a jó szóra.
nem érzem annyira erős komédiának, mint amennyire szeretném szeretni, vagy mint amennyire szeretem, mert nem csak szeretném szeretni, hiszen én szeretem a Superstore-t, de nem úgy szeretem, ahogy valószínűleg kellene. Nem tudom, hogy ennek volt egy értelme. Minden esetre nagyon érdekes produkció volt ez. Nagyon szeretem a karaktereit, mert ők mind nem azok a tipikus papírmasé figurák, de közben valahol meg mégis teljes egészében olyanok, akiket tényleg könnyű kiszámítani, de közben mégis azt a fajta megnyugtató jó érzést adja a világnak szerintem a Superstore, amit szeretünk, vagy amire szükségünk van, és főleg így a pandemia idején, amikor tényleg nem azt érzed, hogy egy családi történetet kell nézned mindenáron, már pedig minden egyes sorozat az valamilyen családi történetet igyekszik elmesélni, és nagyon-nagyon kevés az ilyen munkahelyi, pláne olyan, ami a munkásosztályjal foglalkozik, úgyhogy szerintem már csak ezért is egy kiemelkedően fontos dolog az, hogy létezik ez a produkció, és hogy ez ennyire jól tudott menni, sokáig tudott működni, sokáig tudta szeretni, viszont ami egy óriási nagy problémája volt ennek az egésznek, az mindenféleképpen az, hogy nem igazán találták meg a díjak ezt a produkciót, nem abban a mértékben, mint ahogy szerették volna, nem úgy, ahogy szerették volna, és nem akkor, amikor szerették volna. Emiatt pedig, és nézettségileg sem volt egy kimondottan nagy számokat produkálni tudó produkció, és valószínűleg azért ezek mind közrejátszottak abban, hogy 112 rész után az NBC azt mondja, hogy köszönjük gyerekek, megvan a szindikátushoz szükséges 100 epizódunk, és akkor lehúzhatjuk az egészet a budin. Mindenki legyen boldog, kaptatok egy kis lezárási lehetőséget, és emiatt volt olyan, hogy az utolsó pár epizódja az egy kicsit ilyen szentimentálisabbra sikeredett, és nem minden esetben a legjobb minőségben. Tehát például ott az Amy-vel kapcsolatos dolgokhoz szerintem kellett volna még egy évad, mert így nagyon hirtelen volt, hogy a szezon elején még mit gondolt róla, aztán nagyjából 8-10 része később meg már mit gondolt ugyanarról a dologról, szóval nekem egy kicsit ilyen nagyon-nagyon hirtelennek tűnt az a fajta pálfordulás, vagy nem tudom minek nevezzük, ami benne volt ebben a sztoriban, és amikor ilyeneket találkozik az ember, akkor azért nagyon-nagyon durván el tud gondolkozni azon, hogy hát de ezt így mégis hogy az Istenbe. És nem biztos, hogy tudnék rá választ adni, hogy az Istenbe. Minden esetben nagyon-nagyon érdekes volt az utolsó három epizódja. Ugye hátulról a harmadikban derült ki az, hogy mi fog történni a Cloud Nine-nal, mikor megjelent az egész cégnek a tulajdonosa, és a hülyébbnél hülyébb ötleteit próbálta meg ráerőltetni a boltra, ami abszolút nem működött, ami abszolút nagy károkat okozott, és ami egyszerűen ennek a Fosse-nek a jelenléte az valami brutálisan mérgező volt, de pontosan emiatt tudott egy elképesztő jó komédiás közeget kialakítani, létrehozni, ami viszont egy iszonyatosan izgalmas dolgot jelentett ennek az egész epizódnak, és emiatt egyébként nagyon-nagyon lehetett szeretni ezt a történetet, és ugye az utolsó előtti epizódban pedig kiderült az, hogy be fogják zárni a Cloud Nine-ot, és hogy valamit tenniük kellene ez ellen, és megpróbáltak tenni, én is visszajött, és tök jó volt az, amit megpróbáltak kihozni ebből, mert megint csak arra helyezte az utolsó előtti epizód is a legnagyobb hangsúlyt, ami mindig is a legnagyobb erőssége volt. A Superstore-nak ez pedig a csapat, a karakterek, a színészek, és hogy ők együtt próbálnak meg tenni valamit annak érdekében, hogy ne az ő üzletük legyen az, amit majd bezárnak. És nekem ez egy iszonyatosan érdekes tapasztalat volt, mert azért ez sem, ilyen dologgal sem minden nap találkozik az ember, amikor ennyire jól meg tudják oldani ezeket a kérdéseket, amikor ennyire, nem tudom, minden egyes apró elemecskéje a helyére kerül. Tehát az ilyen az szerintem mindig egy külön öröm valahol. És egy nagyon-nagyon fontos pontja bármilyen komédiának, amikor tényleg azt érzed, hogy az írók igazából bármit csinálhatnak, bármennyire lehetnek rémesek, a karakterek akkor is elviszik a hátukon az egészet, és szerintem ez volt mindig is a Superstore-nak a legnagyobb bája. Szerintem valahol pontosan ebben rejlik az a dolog, ami miatt eljutott a hatodik évadáig, ami miatt az emberek nézték, ami miatt szerették, amik miatt úgy voltak vele, hogy pozitívan álltak hozzá éveken keresztül. Szóval szerintem mindenféleképpen egy iszonyatosan kiemelkedő produkcióval volt dolgunk, amire tényleg csak azt tudom elmondani, hogy öröm lehetett nézni. És az utolsó epizódjából is abszolút ez jött le. Tehát ott az utolsó részében voltak olyan pillanatok, ami ha valaki nem,
hogy mondjam, tehát amikor megnézték a mindenkinek az állásinterjúját, hát hogyha valaki azon nem bőgte el magát, vagy nem csordultak ki a könyvcsatornáiból a dolgok, akkor igazából egy szívtelen valaki, mert nagyon-nagyon meghatóra sikeredett, és ez is csak azt mutatta meg, hogy mennyire összetartó ez az egész gárda, mennyire jól tudnak ők együttműködni, mennyire jól áll nekik az, hogy ők nem csak kollégák, akik együtt dolgoznak, és utána stb., hanem ők igazi barátok, igazi család bizonyos szempontokból. És az, amivel ezt a mai adást kezdtem, Gerettnek az utolsó szavai pedig szerintem tökéletesen körülírták azt, hogy miért volt olyan fontos ez a produkció, hiszen az ő szavaiból teljesen egyértelművé válhat szerintem mindenki számára, hogy a munkák az esetek 99%-ában tényleg egy oltári nagy szívás. Viszont, hogy találsz egy-két olyan embert, akivel jól ki tudsz jönni, vagy jól el tudsz beszélgetni, jól elszórakoztatjátok egymást, meg mi egyéb, akkor én mindenféleképpen azt mondom, hogy megéri, jó az a munka. Nekem is nagyon sok olyan munkám volt, amit nem élveztem, vagy nem szerettem, viszont volt benne egy-két ember, vagy egy-két olyan elem, ami amikor az ember ugye el tud szórakozni, és egy kicsit tényleg azt érzi, hogy igazából én itt jól érzem magam. Nem feltétlenül szeretem ezt a munkát, nem feltétlenül érzem azt, hogy ez az életcélom, vagy ilyesmi, de megvannak azok a pillanatok, megvannak azok az apró kis varázsmomentumok, amik miatt úgy érzi az ember, hogy megéri. És én abszolút ezt éreztem a Superstore-ral kapcsolatban, hiszen ha belegondoltak, akkor Jonah annak idején úgy volt velem, mint szerintem egyébként a legtöbb ember, én is nagyon sok munkámmal voltam így, hogy neki is ugye sok munkája volt már előtte, és utána oda megy egy helyre, hát jó, húzzuk ki a következő pár hónapot, aztán majd lesz, ami lesz, alapon továbbáll, és hát tulajdonképpen találkozott Amy-vel, és ott ragadt, és 6 évet húzott le ott, ezáltal pedig a leghosszabb munkájába vált, pedig tényleg minimál bérkörnyékén keresett a srác, és józan magyarázatot nem feltétlenül tudná szolgálni arra nézőleg, hogy mi az Istenért. És valahol ez egy ilyen tök jó, vagy tök pozitív dolog, tulajdonság is tud lenni szerintem, hogy ilyen is megtörténhet. És látni azt, hogy az ilyen Jonah-félék is be tudnak ragadni a mókuskerékbe, és el tudnak fogadni egy olyan munkát, ami valószínűleg másképp nem biztos, hogy megtették volna, vagy nem biztos, hogy ott ragadtak volna olyan hosszú ideig, mint amilyen hosszú ideig ők ténylegesen ott tudtak ragadni. Valahol szerintem ember rejlik a Superstore-nak is a bája, hogy az ember elkezdi nézni, és egyszer csak ott ragad, és azon kapja magát, hogy tök jól szórakozik, tök jól érzi magát, tökre nem vágyik arra, hogy bárhol máshol lehessen, és ezért ennek vannak nagyon pozitív tulajdonságai. Vannak olyan tulajdonságai, szerintem legalábbis, amikből lehet tanulni és levonni olyan pozitív következtetéseket, amik tényleg azt jelzik, hogy ha az embernek olyan munkája van, amit nem szeret vagy nem élvez, akkor is muszáj, hogy megtalálja azokat a pillanatokat benne, amiket tud élvezni, bármennyire is legyen, akármilyen apró is a dolog. És szerintem ez volt talán a legfontosabb leckéje a Superstore-nak. Szerintem ez lehetett az a pillanata, amire azt tudom mondani, hogy wow, kategóriás tudott lenni, és emiatt tudott igazán kiemelkedő lenni. Talán szerintem, számomra mindenféleképpen ez a produkció. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy létezett, nagyon örülök annak, hogy ilyen sokáig velünk volt, annak nem örülök, hogy a saján sorozatból sem lesz semmi. Nem tudom, az NBC mit akar csinálni a komédiák tengerében, de nagyon-nagyon nem tartom biztatónak, hogy egy ennyire fontos, az átlag munkásosztály számára ennyire fontos produkciótól megválnak. És akkor most a minőségéről abszolút nem is beszéltünk, talán jobb is. De mondom, tehát azért a mai átlag komédiák színvonalát azért bőven megüti így az egy kamerások között is a Superstore, viszont ez inkább társadalmilag fontos dolgokkal foglalkozott nagyon-nagyon sok esetben, ami miatt kulcsfontosság volt a létezése, és volt létjogosultsága. És ez az a tulajdonság, amiről egyébként nagyon sokszor elfeledkeznek az amerikai networkök, mert hát valószínűleg nem termelnek annyi pénzt, mint amennyit szeretnék, vagy nem úgy termelik a pénzt, ahogy ők szeretnék, és hát igen, a néző vissza meg ennek a levét, mint úgy általában, szinte mindig. Kibeszélő. Paradise City. Volt ez a sorozat múlt héten, ami az Amazonon debütált. Nos, nem voltunk kimondottan könnyű helyzetben, hiszen évek óta elkészült,
Aztán nem talált vevőre, hiszen független gyártásban készült el az egész produkció, ami egy 2017-es American Satan című filmnek, vagy valami ez volt a címe, a folytatás félesége, ugyanaz a készítője, mint annak a mozinak, ugye Ash Evansden, és akkoriban ugye egy ilyen fiatal, feltörekvő félben lévő rockbandáról szólt, akik megpróbálják meghódítani a világot, és a sorozatban itt már úgy, és közben, ha jól emlékszem, akkor valami, nem láttam a filmet, tehát pontosan ezért nem tudom, hogy mi történik benne, de ha jól emlékszem, akkor olyan dolgok történnek, hogy van valami köze a sátánhoz, meg hasonló dolgokhoz, tehát azért a természet feletti elég alaposan benne volt, amiből valamit a sorozatra is sikerült átmenteniük. Azért azt szögezzük le, hogy ez ugye független gyártásban készült, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az egyik főszereplője a 200 millió szereplője közül, Cameron Boyce, aki Simon-t alakított ebben a sorozatban, 2019-ben elhunyt szívelégtelenségben, hogyha jól emlékszem. Akkoriban azért egy eléggé sokkoló dolog volt, hiszen mindössze 20 éves volt ez a nagyon-nagyon fiatal srác, ki sokak számára talán a... mi is volt talán a Descendants, tehát az Utódok című sorozatokból lehetett ismerős, ugye Disney Plus-os produkcióról van szó, illetve Jesse-ben játszott nagyon-nagyon sokáig fontos szereplőt. Szóval érződik rajta, hogy azért nem modern, és a dolgot még azzal is tudják egyébként tetézni, hogy az egésznek van egy ilyen 2000-es évek talán elejét idéző, vagy lehet, hogy még a 90-es évek vége felé, 2000-es évek elejét idéző hangulata, stílusa. Csak az a baj, hogy bármennyire is az az érzésem és az a benyomásom, hogy iszonyatosan feelinges volt. Tehát tényleg nagyon-nagyon feel good volt az a trailer, amit az Amazon elkészített nekünk, és amivel megpróbált minket rádumálni, és én voltam ugye hülye, hogy hagytam magam. Nem, mint hogyha egyébként a sorozat cím, hogy Paradise City, ami egy eszméletlen über nagy klasszikus rock and roll sláger a Guns N' Roses-tól, ne lett volna már önmagában elég, hogy érdekeljen, pláne hogyha hozzáteszük azt, hogy egy rockbandáról szól a történet, innentől kezdve én úgy voltam vele, hogy na, ez jöhet. És nyilván úgy indultam neki ennek az egész produkciónak, hogy semmit nem tudtam róla. Mondom, úgy tök jó, hogy jön egy jó kis amazonos sorozat, nézzük meg, hogy mit tudnak kihozni a rock and rollból. És bár nem néztem volna tulajdonképpen. Nagyon-nagyon érdekes ugyanis, ez tipikusan az a sorozat, amit én senkinek sem mernék ajánlani, de azért nagyon szívesen beszélnék róla, mert igazából egy ilyen, minek nevezzük, kutatómunkának talán, vagy valami nagyon hasonló dolognak, amikor tényleg nem tudod, hogy mit nézzél, és igazából annyira nincsen életkedved, hogy bármi megteszi, akkor körülbelül én ezt tudnám ajánlani, maximum olyan körülmények között, ugyanis a legnagyobb probléma ezzel a sorozattal, ez nem is az, hogy nem feltétlenül az, hogy próbál 20-25 szereplőt, hanem 30-at mozgatni. Egyébként tényleg brutálisan sokan vannak, nem is tudom hányan vannak a bandában, 5-en talán. Mindegyiknek van valami szinte, igazából két srácnak szerintem nem egy srácnak nem volt semmi vaj a füle mögött, ha jól emlékszem. Mindenki másnak volt valami történetszerűség. Jobban így belegondolva, lehet, hogy tényleg ketten vannak, akinek nem volt, mert a dobosrácnak sem nagyon mentünk bele, tehát róla is kb. Annyi derült ki, hogy rengeteget drogozik és nőzik, de ezt nem sikerült igazából überelniük ezzel az egésszel. Szóval vannak ők öten, van a PR menedzserük, van a sima menedzserük, van a lemezkiadós kapcsolatok, akkor van még rajtuk kívül legalább még egyszer ennyi, ha nem több szereplő. De a legdurább ebben az egész sorozatban az, és én ezért ajánlom igazából ilyen kutató munkára, amiből megtanulhatod azt, hogy hogyan ne írj sorozatot, hogyan ne készíts soha büdös életbe sorozatot. Látszik, tehát ilyenkor mondom azt, hogy eszméletlenül problémás az, hogy független gyártásban készült, és tényleg itt a filmnek az írója, rendezője vitte a sorozatot, és azt hiszem szinte az összes részét ő írta és rendezte itt is. És hát... most nem tudom egyébként a film mennyire volt jobb, de ez alapján én abszolút nem nevezném különösebben tehetséges flótásnak. Szögezzük le ugye, hogy független gyártásban készült, több mint 2 évvel ezelőtt forgatták, és több mint valószínűleg nem fog kapni második évadot.
De a helyzet az, hogy nem is zárt le semmit. Sőt, igazából sokkal, de sokkal több kérdés vetett fel a 8. epizód végén, mint amennyi nekünk volt az elején. És volt egy csomó olyan dolog, amit nem is értettem, hogy mi a francnak tesz bele. Volt egy csomó olyan téma, amivel itt-ott foglalkozott, amikor épp olyannyia volt, aztán úgy volt vele, hogy igazából ez kit érdekel. Hagyjuk, most nem ez a fontos, foglalkozunk más dolgokkal, foglalkozunk ezzel a karakternek, ezzel az árnyoldalával, foglalkozunk azzal az árnyoldalával, és valahogy abban a bizarr és furcsa és megmagyarázhatatlan szituációban találod magad, hogy igazából semminek, de tényleg semminek az egyetemi világon nincsen értelme, mert semmit nem fejt ki. Elvárja tőled azt, hogy rengeteg mindenről tudj, elvárja tőled azt, hogy rengeteg mindennel képben legyél, elvárja tőled azt, hogy gondolkozz, és elvárja tőled azt is, hogy próbálj meg valami értelmet verni ebbe a történetbe. Tehát értem én, hogy a rock and roll az nem a legértelmesebb dolog feltétlenül mindig, minden esetben, mindenki számára a világon, de én nem nagyon ismerek olyan rock and roll történetet, ami ennyire keszekusza lett volna. És most nem is arra gondolunk, hogy honnan lehet belemenni ebbe a történetbe, mert igazából olyan sok minden összefügg egymással, és olyan sok minden nincs különösebben kifejtve ebben a történetben, hogy nem tudom azt, hogy honnan közelítsük meg ezt a témát. Szóval ez a történet alapjáraton szól a modern kor legnagyobb rock sztár bandájáról, a jövő nagy reménységeiről, a Relentlessről. És azt érdemes tudni, hogy van ennek a, hogy tulajdonképpen az elmúlt 1,5-2 évben ők nem csináltak semmit, Johnny idézőjelesen visszavonultan, éldegél, tök jó, azért is csinálja, azért is vonult vissza, és egy kicsit zárkozott el a külvilágtól, mert akkoriban volt, hogy összejött egy fiatal leányzóval, aki még korábban nem volt egy pasival, és az egyik bandatársuk pedig lefeküdt az anyjával, és amikor ugye ezt a lánynak az apja, tehát a nőnek a férje megtudta, akkor az öngyilkos lett, és hogy ez igazából egy ilyen tök nagy letargiát okozott, vagy váltott ki a főcsávóból, és ő emiatt igazából így visszavonult, aztán rájött arra, hogy igazából eléggé komoly anyagi gondokkal küzd, és ideje lenne tenni ellene valamit, és ideje lenne újra a világot jelentő deszkákra állnia, ezért elhatározza, hogy akkor na, csapjunk bele, csináljuk meg, lássuk, hogy mit lehet kihozni ebből a sztoriból, és a helyzet az, hogy újra összeverbúválja a bandát, csak ugye van egy olyan történet, amit szintén elfelejtünk, az az, hogy neki van egy Gretchen nevezű barátnője, aki egy tök hétköznapi nő, aki, ha jól értettem, akkor talán gimiseket tanít, de ebben sem vagyok biztos, mert volt egy olyan része a történetnek, amikor azt éreztem rajta, hogy hogyha ezek gimisek, akkor úgy néznek ki, mint az egyetemisták. Szóval nem igazán vagyok meggyőzve arról, hogy ezek tényleg gimisek voltak, nem is igazán emlékszem arra, hogy kifejtették különösebben, hogy ezek gimisek voltak, de én meg vagyok győződve arról, hogy ezek igenis gimisek akartak lenni, aztán, hogy mi lett belőlük, azt inkább hagyjuk. Szóval ott van neki ez a Gretchen nevű nője, akivel a kapcsolatuk nem kimondottan a legstabilabb, ugyanis még amikor turnéztak, akkor a fő csávó összefeküdt a Balaton által alakított basszusgitáros csajjal, és hát ugye emiatt a bizalom megingott, és az elmúlt 1,5 évben azon dolgozott, hogy ezt a bizalmat valahogy visszaállítsa a helyére. Na, ez eddig önmagában egy baromira egyszerűnek tűnő történet lenne, és akkor ugye Gretchennek ilyenkor ugye felmerülnek azok a kérdései, de hát, hogy bízhatnék meg benned ezek után, meg mit tudom én. Szóval ezek a dolgok, ezek nagyon erőteljesen megvannak végig ebben a sztoriban. Aztán eljutunk arra pontra, amikor egy interjút ad, és a Johnny, és ő elmondja azt a történetet, ami 1,5 évvel ezelőtt történt, amit én is elmeséltem, és ebből a pontból jutunk el arra a szintre, hogy behozzák azt a kislányt, idézőjelesen, azt a 18, akkoriban 18 éves lányzót, aki egyébként terhes lett, és akinek lett egy gyereke Johnnytól, és ezzel tulajdonképpen ő felkuszálja a dolgokat, ugyanis úgy érzi, hogy ő egyedül, mivel ő egy nagyon-nagyon durván csóró lányzó, nem lesz képes ellátni a feladatát, mint egy szülő, ezért arra gondol, hogy fogja magát, és elmegy Las Vegasból Los Angelesbe, hiszen Los Angelesben játszódik a történet, és ott odaadja a lemez kiadó vezetőjének, legalábbis azt hiszem a vezetője volt, ennek a történetnek odaadja annak a hapsinak, hogy tessék, itt van a baba, csinálja, amit akarsz vele. Én leléptem. És ugye mindezt azért teszi, mert hogy abban bízik, hogy
Johnny majd jó lesz, vagy rögbeadják, vagy mit tudom én. És ami számomra egy ilyen felfoghatatlanul értetetlen dolog az az, hogy igazából ez a 60 körüli elég nagy darab ipse, akinek nincsen családja, meg nincsenek gyerekei, ő tulajdonképpen nagyon-nagyon megkedveli ezt a kisbabát, és onnantól kezdve ő nem igazán, ő próbálja rávenni Johnny-t arra, hogy menjen el és nézze meg, de Johnny nem hajlandó, mert ő úgy van vele, hogy azáltal, hogyha megnézni a babát, akkor valószínűleg ő pontosan azok a dolgok ellen tenne, ami egyébként, amivel próbálja meg visszahódítani Gretchennek a bizalmát. Szóval nagyon-nagyon érdekes ez a gondolkodásmód, egy ilyen eléggé durván elcseszett és eléggé logikátlan logikát próbál megkövetni ez az egész történet, és ez még mindig csak ez egyik történet szála. Ami ezzel a legnagyobb probléma az az, hogy tulajdonképpen az első 2-3 részben relatíve próbálnak foglalkozni az első, ezekben a részekben ugye elkerüli Johnny a babát, aztán talán a harmadik vagy negyedik részben ott elmegy és találkozik a lányzóval, és az ember ilyenkor az várná el, hogy úgyis összejönnek, úgyis lesz valami a két emberke között, de igazából nem, mert Johnny meg arra készül, hogy megkérje a barátnőjének a kezét. És ő minden tőletelhetőt megtenne annak érdekében, hogy eltitkolja azt, hogy van egy zabi gyereke egy lányzótól, akivel volt egy egyészakás kapcsolata az egyik turnéjukon pár évvel ezelőtt. Szóval nagyon bizarr és nagyon rockstáros a gondolkodás módja bizonyos esetekben. Közben a bandán belül is megvannak ezek a frusztrációs dolgok, próbálnak meg egy új lemezt összerakni, de közben szeretne megszabadulni a Bella Thorne által alakított, iszonyatosan dögös gitáros lányzótól is. Közben van nekünk egy Drill de Matteónk is, akinek meg ott van ez a problémája, hogy valami gondja van az egyik államban vagy városban az egyik helyszínével, és az egyik zenekarának tulajdonképpen a koncertjéről összesen 7 jegyet adtak el, és hogy nagyon-nagyon nem megy a dolog, aztán le is fújják a sztorét, és akkor valahogy beszél ezzel a sráccal, ezzel a kis 10 akárhány éves gyerekkel, akiből meg ugye egy népszerű promóter lesz, vagy ez túlzás, hogy népszerű, de legalább sikeres promóter lesz, és ő felkarolja azt a bandát, és megcsinálja ezt a bulit, de igazából úgy csinálja meg, hogy ő, mint promóternek is van egy bandája, hiszen ő is zenész, és ő is fel fog lépni, és ők lesznek a headlinernek. Na most nyilván, amikor megérkezik egy ilyen veteránnak nevezhetőbb rockbanda, akkor ők úgy vannak ezzel az egész sztorival, hogy... Igen, ám, csak hogy mi leszünk a headlinerek, mert mi vagyunk a, nem tudom, a V-nek, vagy nevezzétek, aminek akarjátok. És ugye az egész dolognak az a lényege, hogy eljutottunk arra pontra, hogy beleegyezik a srác, és ugye föllép a gyerek, és mindenki tombol, ott van bazi sok ember, többen, mint ahányan befélnek ebbe az egész helységbe, és utána jön ez a rockbanda, és ott tódulnak körülbelül egy heten, vagy még annyira sem talán az ő bulijukon, miközben megérkezik a rendőrség, hogy hát hallottuk, hogy itt egyébként több ember volt, mint amennyinek lennie szabadott volna, és hát akkor most akkor ilyenkor mi van? Meg hasonló dolgok. Szóval nagyon érdekes volt a srácnak a promóciós karrierje, ami inkább előtérbe került, mint a zenélési része, amit én alapban nem értek, hogy az Istenbe, de oké, okay, tehát ha egyszer van lehetőséged arra, hogy befuss, bármilyen módon, akkor azért mindenféleképpen tenni kell. És itt pontosan ezt látjuk, hogy a srác küzd az álmaiért. Tényleg nem okoz neki gondot az, hogy 12 rongyot kéne kiperkálnia a... nem is tudom, hogy mivel Drew de Matteo figurájának a funkciója igazából ebben a történetben, de az ő számára, annak érdekében, hogy promotálhassa ezeket a koncerteket. Szóval nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes és eléggé bizarr felépítésű volt, kicsit ilyen hollywoodi álom történet, hogy hú, vajon így is működhet-e, vagy ennek így kellene működni, vagy nem is tudom, mi volt az eredeti elképzelés egyébként az alkotó részéről, de minden esetre ez egy ilyen óriási nagy katyvasz volt, hogy ez a történet szerint most ebből mit akarnak kihozni, mert az egészet megcsavarták azzal, hogy az anyja, aki egyébként segít neki, ő egy alkoholista, bár ez sem volt így konkrétan szerintem kifejtve, utalások voltak rá, hogy gondjai vannak a piával, de nem rémlik, hogy nagyon-nagyon mélyen belementek volna abba, hogy tehát nekem nem úgy jött le a nő, mint egy rossz anya. De ettől függetlenül érezhető volt azért, hogy neki igenis vannak gondjai az alkohollal. Aztán az igazi nagy gellert ebben az egész történetszálban az hozta be, amikor megtudtuk, hogy a Relentless bandájának, a lemezkiadójának, a legnagyobb riválisának a vezetőjének a fia, ez a gyerek. Ami egy ilyen what the fuck
tehát ennek mi köze van bármihez is, mert az ember ugye számít ilyenkor arra, hogy ja, ez majd biztos ki lesz fejtve, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent, de tulajdonképpen az egész kimerül azzal is, mint ami a trailerben is volt, hogy azt mondják neki, hogy biztos az apád miatt tudsz leigazolni ilyen nagy bandákat, mert mit tudom én, és akkor a srác megmondja, hogy soha nem találkoztam az apámmal. És te csak ott állsz, és akkor így elgondolkozol azon, hogy basszus, most ennek így tényleg tök komolyan, hogy mi értelme van. És egészen a legutolsó jelenetig nem is tudják meg azok, akikkel ő dolgozik, hogy ő kinek a kicsodája. Ami valahol tök érthető, hiszen a srác nem kimondottan büszke rá, vagy csak szeretné nem beszélni róla, és valahogy meg mégis abban a szituációban találja magát, hogy ott el kell mondania, és ott kiderülnek a dolgok, és minden turpisság is. Én egyszerűen nem értettem, hogy erre itt tulajdonképpen mi szükség volt, mert az ember ilyenkor tényleg számít arra, hogy na majd ez biztos, hogy ki lesz fejtve, na most ennek biztos, hogy lesz majd értelme, na most ez majd biztos valahogy fel tudja kavarni az állóvizet, de igazából nem. És ott van az a banda, akiket ugye ő a húzónévnek állított be, ezen a bulin, és ott is például az énekes, meg az egyik basszeros azok összevesznek, és a gitáros az szeretne ezzel a promóterrel menni, mert látja, hogy ő csinál valamit, az énekes csávó annak meg akkor egója van, hogy ezt inkább hagyjuk, rá se fért igazából a képernyőre, és ő csak az érdekli, hogy ők zenéljenek, és hogy ők legyenek a húzó nevei egy-egy bulinak. Szóval nagyon sok ilyen apróság van ebben a produkcióban, aminek igazából nem nagyon látod az értelmét, mert legyünk őszinték, abszolút nincs értelmük. És ebben nekem az volt az igazán durva, hogy amikor behozzák ezeket a történetszálakat, behozzák ezeket az aprócska elemeket, akkor benned meg sem fordul az, hogy nem fognak ezzel mit kezdeni, és hogy az egész ezt tulajdonképpen így le van ejtve jó magasról, mert egyszerűen az várod el ettől az egész történettől, hogy majd belemenjenek, és nem azzal foglalkoznak, hogy Gretchen vagy a Bella Thorne által alakított karakter illik-e jobban a Johnny Faust figurájához, hanem vagy azzal foglalkoznak, hogy is hívták Bella Thorne-nak, aki azt mondja Lily névre hallgatott, hogy az ő barátnője azt tulajdonképpen lehúgyozott valakit egy kávézóban, ami szóval ennyire durván kesszekussza ez az egész sztori, hogy egyszerűen nem érti az ember, hogy itt mi az Isten akar lenni a történet, hogy mi a sztori, mi az, amit fel akarnak építeni, és én igazából erre abszolút nem jöttem rá. És az egészet megspékelik egy olyan természetfeletti, misztikumos dologgal, hogy van nekünk elméletben, ha jól értettem, hogy mi történik, van nekünk azt hiszem három angyalunk, de lehet, hogy csak kettő, egy fekete hajú, nagyon-nagyon szép szemű nőci, meg egy fekete hapsi. Ki volt a harmadik? Mint hogyha lett volna egy harmadik is, de az abszolút nem maradt meg. Akkor lehet, hogy csak ez a kettő volt. Ők így hébe-hóba felbukkannak, és egy-egy ilyen bölcsességet bemondanak, hogy ez meg az, meg mit tudom én, és hogy ez majd elgondolkoztatja a karaktereket, vagy felkészíti arra, ami majd a következő sarkon rájuk vár, meg hasonló dolgok. Szóval nagyon sok olyan eleme volt. Nem tudom, hogy ezt lehet egyébként annak nevezni, amitől így kapkodod a fejedet, de engem tényleg az cseszett fel ebben az egészben, mert tényleg így, hogyha nézed, és nem vársz el tőle semmit, és egy idő után már beállsz arra szintre, hogy abszolút nem vársz el tőle semmit, csak szeretnéd, hogyha valami kikerekedne belőle, valami olyan jelenet, vagy legalább zeneileg lenne benne valami, és a helyzet az, hogy az egyik legjobb dolog, amit kihoztak, azt nagyon durván felhájpolták, és igazából, amikor oda kerültél, akkor meg sem tudtak közelíteni azt a szintet. Tehát ugye lemez kell készíteniük, és hát Johnnynak szüksége van pénzre annak érdekében, hogy a babájának a családját kifizesse, mert hogy a babának az anyjának az anyja, tehát a babának a nagymamája lényegében, ő egy elég ilyen, hogy mondjam, tehát ő tipikusan az a személy, aki egy kiutat lát ebből a helyzetből, és hogy végre valahára majd végre elkezdhetnek dúskálni a pénzben, és hogy mit tudom én, miközben a lánynak bőven elég az, hogy lát egy másik életet, és hogy gyerekének tényleg a legjobbat szeretné. És ezt tudja jól, nagyon jól, hogy ezt nem ő fogja tudni majd nyújtani a nagybüdös semmiből, egyedülálló anyaként, hanem pláne így, hogy az anyja megnehezíti elég alaposan az életét, hanem ő azért képben van a dolgokkal, és szerintem ez egy iszonyatosan kulcsfontosságú történet lehetett volna, abban az esetben, hogyha kihoztak volna belőle valamit, mert Isten igazából tényleg itt az volt, hogy kb. A negyedik, maximum az ötödik részig, de szerintem az ötödik részben már nem nagyon foglalkoztak ezzel a témával,
ugye benne van ez a sztori, kifejtették, hogy akkor mégsem adják örökbe a gyereket, és onnantól kezdve elfelejtették az egészet. Onnantól kezdve például olyan értelmetlen dolgok voltak, mint hogy a lemezkiadónak a vezetője az egy nappal a menedzser előtt ment el Washingtonba arra a bizonyos fesztiválra, amit ez a rock and roll banda szervezett. Te meg csak ott állsz, hogy ennek egyrészt miért kell előbb oda mennie, amikor nem is ő a főszervező, nem is ő a szponzor, nem is ő a senki ebben a sztoriban. Szóval milyen szerepet vagy funkciót tölthet be, ami miatt ő fontosabb, mint a bandának a menedzsere, hogy ott legyen, akinek egyébként szintén vannak problémája a feleségével, miszerint nagyon-nagyon durván munkamániás, a nő pedig gyereket szeretne, és hát igazából nem akar összejönni nekik ez a történet. Szóval nagyon sok ilyen aprócska dolog van, amire azt mondaná az ember, hogy hú, egyébként itt halkan jegyzem meg, hogy a menedzsernek a felesége az a valóságban egyébként Tommy Lee-nak a felesége. Szóval, tehát csak hogy helyén tudjátok kezelni azt, hogy milyen nagy idézőjeles sztárok is felbukkantak ebben a produkcióban. Nyilván szerintem Bella Thorne volt egyébként a leghíresebb, meg nyilván ő volt a legjobb. Az ő szerepe volt az, amire én a legkevesebb panasztal tudnék élni, mert a többiek sem voltak kimondottan rosszak, de azért messze nem tudták kihozni a dolgot. Mit is akartam kihozni ebből az egészben? Ja, igen, megvan. Szóval, ugye lemez kell készíteniük, mert ugye De lemezt kell készíteniük, de nincs már pénzük a producerre, és egyetlen egy olyan producer van egész Amerikában, aki pénz nélkül hajlandó megcsinálni. Gondolom bazi nagy részesedésért miután ő megcsinálja a slágert, de ezt sem igazán rágták a szánkba, hogy ennyire parasztian fogalmazom ezt a dolgot meg. És ennek a dolognak ebben az volt az érdekes, hogy ugye ők felhájpolták azzal, hogy Johnny biztos, hogy soha nem dolgozna vele, mert amikor az ő kedvenc énekese együtt dolgozott ezzel a csávóval, akkor utána öngyilkos lett. De az tény és való, hogy az egyik legjobb rock and roll dalt vagy szerzeményt tudta tető alá hozni. Szóval volt egy ilyen izéja, hogy itt meg biztos lesznek izgalmas konfliktusok, meg mit tudom én, és a helyzet az, hogy tulajdonképpen mi ebből nem kaptunk annyira nagyon durván sokat. Tehát én azért ennél sokat többet szerettem volna, és az utolsó jelenetben meg megint több durva volt, mert ott meg elspoilereztek valamit, amire azt mondom, hogy na basszus, hogyha az ott kiderül, akkor ebből valami brutális dolog tudna lenni, valami brutálisan nagy balhé, és tök jó lenne. Lenne végre valami igazi konfliktus ebben a sztoriban, és nem csak szenvednének, meg vergődnének a szereplők mindenfelé, hanem lenne valami, amire tényleg azt tudja mondani az ember, hogy várom, vagy kíváncsi vagyok, vagy érdekel, de hát abszolút nem ez történt, hanem pontosan az ellenkezője történt mindennek, amit szerettünk volna látni, és elvitték az egészet egy olyan irányba, hogy tulajdonképpen megpróbálták feldühíteni Johnnyt, hogy tényleg egy kicsivel több érzelmet vigyen be a dalaiba, meg ahogy előadja, de úgy meg tényleg próbálta inspirálni valamilyen szinten arra, hogy jobb dolgokat csináljon, őszintébb dolgokat csináljon, vagy mit tudom én, de nem érezted benne azt a kimondottan nagy konfliktust. Sőt, szerintem bizonyos szempontokból leszámítva azt a bizonyos duettos pillanatot, én azt kell, hogy mondjam, hogy a másik banda, akik ugye a New Orleans-i banda voltak, akik felvettek egy számot, de amúgy egyébként striptease klubban dolgozott az énekesnőjük, szóval nem is menjünk bele ezekbe a mértekbe, de ott szerintem sokkal keményebb volt ez a producer, mint Johnny Fausttal és a többiekkel. Tehát én nem éreztem azt, hogy ez a kettő közön viszonyban lett volna, miközben meg valahol meg mégis, mert a karakter mélyre tudott hatolni, csak nem feltétlenül annyira aljas mód vagy szemétként, nem tudom mi a jó szó rá, mint tette ezt a másik. És hogyha az ember így kezd el gondolkodni ezen az egész szituáción, akkor el fog jönni arra, hogy tulajdonképpen mi is volt az, amit ő itt látott. Bár én ezt csak feltételezem, mert nekem még mindig nem is kell rájönnöm, és azért most már túl vagyunk egy 2-3 napon legalább azóta, hogy én ezt láttam, és befejeztem, és egyszerűen nem értem, nem állnak össze a dolgok. Nekem igazából az angyaloknak a szerepe sem állt különösebben össze, hogy ők most ilyen őrangyalféleségek akarnak lenni, vagy mi az ő funkciójuk, vagy tényleg csak azért jönnek, hogy összekavarják a dolgokat, vagy ők csak szórakoznak, tehát abszolút az égét a világon nem derült ki róluk semmi, és azt szokták mondani, hogy az egyik ilyen első szabály, az, hogy mindennek kell, hogy legyen valami oka. Kell, hogy legyen legalább egy funkciója, hogyha nincs is feltétlenül egy oka, de kell, hogy legyen egy funkciója. Na most itt az esetek túlnyomó többségében én el tudom mondani azt, hogy szerintem nem volt ezeknek az angyalszerűségeknek olyan jelentős funkciója, vagy olyannyira érdekes története,
bármilyen szinten is azt indokolta volna, hogy nekik akkora szinten kellett volna dominálniuk, mint amekkorában ők egyébként domináltak. És hogyha az ember ezeket a dolgokat így összerakja, akkor tényleg azon kapja magát, hogy de basszus kulcs. És ez a basszus kulcs, ez tényleg nagyon nagyot tud ütni az emberben, mert egyszerűen ott állsz, és csak vakarod a fejed, hogy de hát bakker, én látom, te miért nem látod? Te vagy az alkotó, te hogy az Istenben nem láthatod? Nagyon-nagyon sokszor éreztem ezt a 8 epizód alatt, ami egyébként brutálisan hosszú, több mint 40 perces részekből tevődött össze ez a sorozat, és egyszerűen nem érezted rajta azt, hogy halad, nem érezted rajta azt, hogy van egyfajta izgalmas érzés árad belőle, nem érezted rajta a rock'n'rollnak a züllöttségét, leszámítva az utolsó részig. Az utolsó részre én azt mondom, hogy na ott végre valahára összeállt a dolog. Nyilván az idővel egyébként végig iszonyatosan ramatyul bánt, a karakterekről ne is beszéljünk, tehát mondom, nem volt olyan történetszel, amit lezárt volna, nem volt benne olyan elem, amit kifejtett volna egy különösebben részletesen, hanem mindig azzal foglalkozott, ami az éppen kedve van. És valahol van valami romantikus abban, hogyha az ember így mesél el egy történetet, és van benne valami nézhetőszerűség is, talán nagyon durván, erősen megkockáztatva, de ha teljesen őszintén akarunk lenni, akkor tényleg ez az a tipikus low budget kategória, ami már majdnem a nézhetetlen kategória, és nem is tudok nagyon olyan dolgot megemlíteni belőle, amire azt tudnám mondani, akár egy kicsit is, hogy ezért megéri megnézni, mert nem nagyon voltak benne. Volt egy-két olyan pillanat, amire azt mondom mondani, hogy na ez jó, ez talán érdekes, de inkább ezek a kiagyott zicserek, ezek az elképesztően erős, erőteljes lehetőségek, amikkel az alkotók rendelkeztek egyébként, mert a kapacitásuk megvolt rá, a játékidő megvolt rá. 8 epizód nem volt elég szerintem, bár mondom, fogalmam sincs, hogy mi volt a sztori. Úgyhogy, oké, hogyha azt mondom, hogy fogalmam sincs, hogy mi volt a sztoria ennek az egésznek, akkor azt mondom, hogy 8 epizód is túl sok volt. Egyébként gyanítom, hogy ezt ilyen 5-6 epizódban el lehetett volna mesélni, és akkor nem biztos, hogy annyira zavart volna az, hogy egyik történet szála sincsen lezárva, de tényleg, ezt halál komolyan mondom, egyik történet szála sincsen. Gretchen-től mi úgy búcsúztunk el, hogy vele történik valami, a dobossal is történik valami, mindenkinek van valami vajszerűség a füle mögött, és egyszerűen nem derül ki. Tehát az utolsó, lehet, hogy az utolsó két részben nem is láttuk már a babának az anyját, tehát tulajdonképpen ilyen tök felfoghatatlan dolog, hogy van egy jó történetszálad, mert azért az esetek túlnyomó többségében, még hogy a klisések és közhelyesek is, akkor sem tudom azt mondani rájuk, hogy nem voltak jó történetszálak, mert igazából a lehetőség az adott volt, megvoltak a lehetőségek arra, hogy valami jó történetet meséljenek el, ha már a karakterekből nem sikerült annyira sokat kihozni, mint ami szeretnék hinni abban, hogy a céljuk vagy a tervük volt. De tényleg a történetből bőven ki lehetett volna hozni egy csomó mindent, és valahogy ez az egész nem akart összeállni. Valahogy tényleg próbálkozott távolról, de tényleg az a körülbelül olyan távolról, mint mondjuk ide a Plutó. Ilyen szintű távolságokból próbálkozhatott valamivel, és nem találta meg az összhangot. Nem találta meg azokat a dolgokat, azokat a tulajdonságokat, azokat az apróságokat, amiktől az egésznek lehetne egy ilyen kellemesen bájos oldala. Vagy nem tudom. Tehát tényleg voltak benne ilyen karakterpillanatok, de mi csak azt sem tudjuk mondani rá, hogy nagyon szexi volt, azt sem tudjuk mondani rá, hogy rock'n'rollos volt. Egyszerűen nem tudunk az égét világon semmi olyan dolgot rámondani, még talán jelenetekre sem. Például nagyon-nagyon fontos volt a leányzónak, tehát a Gretchennek az, hogy jól szerepeljen a bajnokságban a foci csapata, mert hogy egyébként ő futballedző is volt, nem csak irodalomtanár, az irodalomtanár volt, és igazából Johnny le se tojta, lényegében egyik meccsére sem ment el. Johnny olyan szinten be van záródva a saját világába, hogy egyszerűen nem is vesz észre semmit, és nem is foglalkozik semmi mással saját magán kívül. És ez azért, legyünk őszintén, eléggé alaposan rányomja a bélyegét, nem csak az egész sorozatra, hanem az összes karakterre, aki benne van, és aki érintkezik vele valamilyen szinten. Elképesztően nagy hiba, és tényleg ezek az ígyszerek, hogy nem használják ki azokat a lehetőségeket, amik adottak. Amik ott vannak, csak élni kell velük, mert meg kell mutatni azt, hogy igenis vannak gondolatok bennünk, vannak olyan lehetőségek, amiket szeretnénk elmesélni történet szinten is,
És nem csak egy nagy büdös semmit kapunk 8 epizódon keresztül, amit aztán a végén még persze le se zárnak semmilyen szinten, tehát hogy én nem tudom, hogy itt mi volt a cél, tehát hogy önmagában oké, hogy lehet, hogy az, lehet az volt a cél egyébként, hogy az alkotó úgy kalkulált, hogy majd úgyis találunk neki egy otthont, és úgyis fog kapni második évadot, és akkor majd ott egy kicsit jobban belemegyünk a dologba. Csak az a baj, hogy az első évad, ez a 8 epizód, ez annyira rossz volt, annyira rémes volt minden téren, de egyébként tényleg minden téren, hogy utána az ember nem igazán szeretné folytatni. Tehát még hogyha valami csoda folytán ez egy nagy nézettséget elért produkció lett volna valami kábelcsatornán, vagy akár nem 2 évvel később debütált volna az Amazonon, hanem mondjuk akkoriban, és jó nézettséggel futott volna, és nagy isten berendelték volna a második évadát, én nem tudom, hogy kiment volna vissza. Tehát ez nem találsz benne olyan, egyen olyan jó karakter sem, aki azt tudom mondani, hogy miatta visszajönnék. Oké, Bella Thorne talán, de ő is inkább úgy vagyok vele, hogy belőle is inkább egy spin-offot néznék meg, mert több a lehetőség benne. Egyébként tényleg a legérdekesebb konfliktus az egészben az volt, amikor Johnny elmondta ennek a csajnak, hogy ki van rúgva, és a csaj meg elkezdett követelőzni, egyébként teljesen jogosan, hogy milyen dolog ez, hogy tehát nekem ez volt az a történetszál, amire én azt tudom mondani, hogy szerintem ez volt az egészben a legjobb. Biztos volt más is, ami jó volt, vagy nézhető volt, vagy én nem tudom, de nekem ez volt az a történetszál, amire azt tudom mondani, hogy na, ez már ma alakul, ez már majdnem tudom szeretni, majdnem tudom élvezni, és sajnos az egészben tényleg azt lehet elmondani, hogy a Paradise City az egy, én nem tudom, hogy mi akart lenni. Az biztos, hogy független filmes volt, az is biztos, hogy 2000-es évek elején hangulatot próbált meg megteremteni, az is biztos, hogy zeneileg nem volt kiemelkedő, az is biztos, hogy színészileg sem tartozik a jobbak közé, az is biztos, hogy Bella Thorne nem volt mindig eléggé szexi ahhoz, hogy a szexuális szintjét följebb javítsa ennek az egész produkciónak, legalább az megmaradjon az emberekben ebből az egészből. Szóval nem tudok olyan dolgot kiemelni ebből, ami pozitív lett volna. És azért ez egy iszonyatosan ritka dolog, mert azért egy Paradise City című sorozattól, ami Los Angelesben játszódik, a világ legmenőbb rockbandájáról, én ettől sokkal többet vártam volna. Dre Adamato egyébként tényleg zseniális volt. Ő egyébként, ha jól emlékszem, akkor ő azt nyilatkozta, hogy ő nagyon-nagyon élvezte ezt a forgatást. És ami szerintem nagyon jó volt, az tényleg az ő figurájában rejlő lehetőség. De például neki is volt egy olyan momentuma, hogy őt lesittelik, és másnap reggel meg elengedik, és igazából azon filozol, hogy ugyanaz a Parker, aki egyébként ugye a fekete angyala volt, ő tulajdonképpen ő bilincseli meg, és másnap ő engedi el. A kérdésem az pedig az volna ilyenkor, hogy vajon hol töltötte az éjszakát? Tényleg a sütten? Vagy valahol egészen máshol? Vagy mi az Isten történt? Szóval vannak benne ezek az ilyen momentumok, amiket nem tudsz hova tenni, mert egyszerűen nincsen értelmük, és tényleg csak ott állsz, és pislogsz, és próbálsz meg kitalálni azt, hogy mi az Isten is történik most éppen. Nagyon-nagyon furcsa. Ha valaki szereti a furcsa sorozatokat, és érdekli azt, hogy hogyan nem szabad tévésorozatot írni, akkor mindenféleképpen ajánlom a Paradise City-t, ami elérhető az Amazonon. Wow, és úgy tűnik megint alulra sikerül ostromolnom az 1 órát, úgyhogy azt hiszem húzzunk bele egy kicsit, és beszéljünk egy másik amazonos premierről, ami hál' az égnek azért pont a mérlegnek a másik oldala volt, méghozzá egy egészen innécsiklandozó produkció, ez pedig nem más, mint Robert Kirkman képregényéből készült Invincible című sorozat, ami, hogy is fogalmazzam, volt benne egy ilyen film, egyébként 40 perces epizódokról van szó, animációs sorozatról van szó, képregény adaptáció, Robert Kirkman, akinek ugye Walking Dead-et is köszönhetjük, és a helyzet az, hogy nem működne ez a sorozat egyáltalán élőszereplős felhozatalban, ez számomra tök egyértelmű volt, animációként viszont brutálisan jó. Animációként megvalósítható, animációként bármit ki lehet hozni ebből az egész történetből, és tényleg az volt az emberek az érzése, hogy ez egy irgalmatlanul jó produkció. Nagyon durván egyben van. Ugye a sztori az arról szól, hogy van ez a nagy szuperhős, aki egy másik bolygóról származik. Egyébként az egész sorozatnak a világára elmutató az, hogy minden egyes karaktere valami DC vagy Marvel karakternek a kifigurázása lényegében, nyilván az ő szintjükön meg hasonló dolgokkal. Szóval nagyon-nagyon menők, nagyon-nagyon jók, nem is tudom, mi volt itt a... Nem a Galaxisnak volt, valami hasonlónak a Guardianjei voltak. Ezek a... Azt hiszem, Guardianjei voltak. Na mindegy,
nem menjünk bele ezekbe a részletekbe, de olyasmi volt, mint az Igazság Ligája, meg a Bosszúállók Együtt, valami hasonló dolog volt, és ami nagyon durva volt, hogy van ez a szuperhős, aki egy másik bolygóról származik, és neki van egy ember nő felesége, aki, és most van neki közösen egy 16 év körüli gyerekük, akinek végre megjelennek a szuperképességei, az apa pedig elkezdi kiképezni őt, és felkészíteni arra, hogy mit is jelent szuperhősnek lenni. Valami ilyesmiről szól ez a sorozat. Valami nagyon-nagyon durva hasonló dolgokról szól. Emiatt pedig egyébként szerintem rengeteg olyan apró, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon apró pillanat tudott benne lenni ebben a produkcióban, ami tök feel good volt, ami tök jó volt, és tulajdonképpen az ember nagyon gyorsan hozzászokik ahhoz a világhoz, vagy hangulathoz, vagy stílushoz, amit egyébként ez a produkció áraszt magából, egészen addig, amíg a pilotnak az utolsó jelenetét meg nem éljük, és onnantól kezdve igazából leesett állal fogod bámulni. És minden, de tényleg mindent megkérdőjelezt. Tehát azzal kapcsolatban, hogy te mit gondolsz erről a produkcióról, te hogy látod ezt a produkciót, miről szólhat szerinted vagy számodra ez a dolog, mert valami egészen más dologról fog innentől kezdve szólni, ugyanis történik benne egy olyan dolog, hogy valaki megöli az összes különböző liga, vagy mi az istenek nevezzük tagot, és csak egy éri túl, ez a másik bolygóról származó apuka figura tulajdonképpen, és ő is elég gramaty állapotban, teszem hozzá halkan. Nagyon-nagyon érdekes volt, mert ugye elindul a... Mert ők ugye, mármint nem az apa figura, hanem a liga tagjai, ők egyébként az Amerikai Egyesült Államok kormányának dolgoztak, és a kormány ugye elkezd egy kivizsgálást, hogy vajon mi történhetett, ki lehetett a ludas, stb. Felbérelnek egy ilyen démonvadászt, aki megpróbálja összerakni a kirakósnak a darabkáit, meg hasonló dolgok. Nagyon-nagyon érdekes volt, mert például ugye az apa figura pedig egy, hát lehet, hogy túlzás, de mondjuk azt, hogy amnéziával ébredt fel, és nem emlékszik semmire. Nem tudja, hogy mi történt vele. És nagyon érdekes, mert sok olyan dolog volt, hogy 3 résztel debütált ez a széria, és az a durva, hogy én a második és a harmadik részben nem igazán tudnék kiemelni különösebben olyan sok mindent. A második részben tényleg az körülbelül arról volt szó, hogy ott átjöttek egy másik világból ezek az UFO-szerű lények, akik bazi gyorsan meg tudnak öregedni a mi világunkban, mert náluk teljesen másképp telik az idő, és ugye állandóan visszajönnek egy pár naponta, mert mindig kitalálnak valami megoldása az éppen aktuális problémájukra. Mi pedig megismerjük ezeket a tini titánokat, vagy nem is tudom, mi az Istennek hívták őket. És nekem ez például baromira tetszett, mert ez egy ilyen tök jó dolog volt, hogy mi már belekerültünk egy olyan világba, ami már ki van alakítva, aminek már vannak tini csapatai, akik megmentik a világot, akik beszállnak. Mondjuk az nekem eléggé furcsa volt, hogy ők voltak csak azok, akik beszálltak itt ez a brutális gyilkolászás és mészárlás és hasonló stb.-nek a világába. De érdekes volt látni az ő evolúciójukat, érdekes volt látni azt, hogy ők mire képesek, és hogy ők egy csatában ismerhettük meg. Kiderül az is, hogy az egyik csaj az a főszereplő srácnak az egyik évfolyamtársa is. Van benne egy-két ilyen romantikusabb történetszál, nem feltétlenül az ő történetükben, de akadnak benne olyan pillanatok, amik tök emberiek. És nem tudom, hogy ki hogy van vele, valószínűleg egyedül leszek ezzel. De szerintem számomra azok a pillanatok voltak az igazán mérvadók, amikben ők inkább az emberi oldalukat tudták kihangsúlyozni, és inkább a hétköznapi irányba vitték el az egész történetet. Nekem azok nyújtották a legtöbbet, mind érzelmileg, mind emberileg. És azok voltak azok a pillanatok, amikor szerintem ez a sorozat igazán jól tud működni. Mert azzal, hogy ő próbál beletanulni a szuperhős létbe, az nem feltétlenül volt annyira hű de jó. Harmadik résszel kapcsolatban pontosabban azért nem volt hű de jó, mert nagyon kevés hű de jó pillanatot kaptunk, sokkal inkább nem húzták az időnket. Na. A harmadik rész viszont szerintem nem katasztrófa volt, de semmiféleképpen sem nevezném különmondottan erősnek. Ott ugye Jason Mantzoukas-nak a figurája félrelépett, és hát ugye a főszereplő Invincible srác pedig összejött az egyik évfolyamtársával, vagy iskola, nem tudom, minek hívják ezeket, diáktársával, és van benne ez egy szerelmi háromszög, ami mondanám azt, hogy tök érdekes, de igazából nem szeretném elcsépelni ezt a szót még jobban, mint ahogy ezt valószínűleg ma már megtettem számtalanszor. Szóval van benne valami iszonyatosan jó dolog,
abban a szerelmi háromszögben, ami lehetséges, hogy kialakulhat majd idővel. De a harmadik rész inkább szólt arról, hogy megpróbálták az új őrzőket összetoborozni. És az volt nekem a nagyon durva, hogy az összes szinte az a tini csapatból került ki. És van egy olyan szuperképességekkel rendelkező fiatal leányzó, aki mindig fiatalodik, amikor a szuperképességeit használja, és ilyenkor felmerül bennem azt, hogy tulajdonképpen ez most áldás vagy átok akar lenni, mert ha állandóan fiatalodik, akkor nem biztos, hogy én beválogatnám őt ebbe a bizonyos szupercsapatba, akiknek a világunk megvédése a legfontosabb feladata, mert mi van akkor, hogyha elfogy a leányzó. Mert azért legyünk őszinték, abszolút én el tudom képzelni, meg simán lehetséges, hogy ez is megtörténik. Tulajdonképpen, mint képregény adaptáció, szerintem ez egy iszonyatosan rendben volt ez a produkció. Animációs formában szerintem nagyon-nagyon sokat tudott hozzátenni, nagyon-nagyon jól árnyaltan van felépítve az egész történet, jók a figurái, nagyon-nagyon jó köztük a dinamika, nagyon-nagyon érdekesek a konfliktusok, bár nem túl eredetiek és nem túl egyediek sem. De mégis van egy olyan nagyon-nagyon jó érzés, ami hogyha az ember eljut az első résznek a végéig, akkor valószínűleg onnantól kezdve érdekelni fogja az, hogy miről fog szólni ez az egész sorozat, mert az tényleg az a durván sokkoló, tehát nagyon-nagyon ritkán találkozunk annyira erős és annyira megrázó befejezéssel, mint itt a pályatnak a végén, ami volt. A második-harmadik rész az már inkább egy ilyen szintnek nevezhető történet volt, amit egyébként az egész első epizód tudott hozni, szerintem, tehát semmiféleképpen sem nevezném azt a szintet, amire beállt ez a széria, kimondottan rossznak, hanem sokkal inkább valami úgy próbálnám megfogalmazni, hogy kiemelkedő volt ugyan, de azért nem mindig minden egyes pillanatában a legjobb volt. Legalábbis szerintem lehetett volna bizonyos szituációkban egy kicsit jobb is. A történeten nagyon-nagyon ott van a szerelem egyébként, tehát ha az ember összességében próbál viszonyulni ez a produkcióhoz, akkor nagyon-nagyon pozitívan fog csalódni az Invisible-ben. Nem véletlenül mondják azt, hogy ott van minden idők legjobb képregényei között. Hát, na, egy Robert Kirkmanről beszélünk, azért mégiscsak képregények, atya úristen, egy az elmúlt 20-30 évben, szóval annyira nem túl meglepő, de ez tényleg egy olyan produkció volt, ami szerintem nagyon-nagyon magas színvonalon tudott végigpörögni, ami végig az első pillanatok kezdve az utolsóig nagyon-nagyon érdekes tudott lenni, és ami tényleg rengeteg olyan pillanatot tudott egyébként hozzátenni ez az egész történethez, ami szerintem nagyon jól le tudtam mélyíteni azt, hogy mit is jelent szuperhősnek lenni, azt, hogy milyen, hogy hogyan kell viselkedni bizonyos helyzetekben, de ami nekem nagyon tetszett, az volt, hogy ők is azt mondták, hogy nem baj, legyél béna, hibázz, ahányszor csak szeretnél, majd belejössz. De közben azért fel kell nőnie, meg hasonló dolgok. Szóval azért az Invincible egy nagyon-nagyon magasra tette a lécet, azért azt szegezzük le. Harley Quinn szerintem inkább a humor irányába vitte ezt az egész történetet, míg az Invincible nem humoros sorozat, és nem is tudnám elvinni őt a humor irányába. Viszont, hogyha az ember tényleg megtanulja ezt a helyén kezelni, ezt az egész produkciót, akkor nagyon-nagyon durván jó időt fog eltölteni az Invincible nézésével, mert egyszerűen tényleg azt érzed minden egyes képkockájából, hogy azok, akik készítik ezt a cuccot, ők mélyen tisztelik az alapanyagot, ők képesek arra, hogy ezt a lehető leghűbben adaptálják, és kiegészítsék, és tényleg valami olyan embertelen zseniális végeredményt kapsz, ami után elgondolkozol azon, hogy vajon a legtöbb élőszereplős szuperhős történet miért nem tud ilyen lenni. Bizonyos szempontból én valószínűleg a Boys-hoz fogom hasonlítani. Sőt, igazából egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ugyanis nekem vannak olyan ismerőseim, barátaim, akik azt mondják, hogy a Boys-ban nagyon sok az feleslegesen és erőltetett vérengzés, meg gyilkolászás. Én a Boys-ban sokkal szükségesebbnek érzem, mint ebben az animációs sorozatban. Én itt érzem azt, hogy egy kicsit bizonyos szituációkban, és itt ez a kulcs szó, hogy bizonyos szituációkban szerintem indokolatlanul van olyan szintű vérengzés, mint ami van benne. Máskor viszont abszolút jól van kiaknázva az ebben rejlő lehetőség, és tényleg nagyon-nagyon jól van felépítve az egész sztori, és nem érzed rajta azt, hogy ennek bármi problémája lenne, vagy hogy ez ezért és azért nem tudna úgy működni, vagy úgy összejönni.
Szóval én magam részéről mindenféleképpen úgy tudom körülírni ezt a sorozatot, hogy egy embertelenül jó produkció, nagyon-nagyon mély tud lenni, tehát szépen belemegy a karakternek a vergődésében, nagyon-nagyon ügyesen feldolgozza ezt a témát, nagyon ügyesen megmutatja azt, hogy hogyan is kell szuperhősé válnia, és mik azok a dolgok, amik tulajdonképpen az ő kötelessége is. Valahol nagyon érdekesen építi fel a központi rejtét, hogy vajon ki ölhette meg a csapatot, és hogy vajon az, aki megtette, ő mennyi ideig tudja eltusolni a dolgot, vagy nem is tudom. Igazából a legnagyobb kérdés bennem az továbbra is az, hogy miért tette ezt. És hogyha én erre választ kapok a szezon végén, akkor én már marha boldog leszek. Valószínűleg egyébként ez szerintem előbb fog megtörténni, mint a szezon végén. Én nem hiszem, hogy elhúznák addig. Minden esetre az Invincible minden téren egy olyan kimagasló dolgot tud véghez vinni, amit szerintem a legtöbb sorozat meg tudna irigyelni tőle. Nagyon-nagyon erős a szereplőgárdája, nagyon-nagyon jó a castingja is, nagyon-nagyon jók azok a történeti elemek, amikkel játszadozik. Amire én azt tudnám mondani, hogy esetleg egy kicsit ilyen what the fuck volt, az talán az első részben, amikor megpróbálja ugye kidobni a kukába a szemetet, és tulajdonképpen elhajtja a bánatos sorsebbe. Itt bennem egyébként az merülne föl, hogy tulajdonképpen most ő ennyire nem érdekelte, hogy hol fog ez becsapódni, mert ha jól értettem a második rész elejéből, akkor ez a Buckingham palota előtt landolt, és hát majdnem kinyert egy jó pár embert, amikor ez így földet ért. Szóval elég ilyen what the fuck kaliberű szituációról van szó, de egyébként, hogy belegondolunk, akkor az első jelentés egy ilyen what the fuck szituáció, hiszen az egész sorozat azzal indít, hogy két biztonsági őr beszélget egymással arról, hogy milyen dolgaik lesznek szülőként, vagy mi az, amit szeretnének megcsinálni a közeljövőben, milyen terveik vannak a családjaikkal, meg hasonló dolgokról, és egyszer csak ugye megjelenik a gonosz, és akkor kiindul a háború, megjelennek az őrzők, meg mit tudom én. Szóval nagyon nem kimondottan az a hétköznapi irányba viszi el az egész történetet, ami szerintem iszonyatosan jól áll neki. A képregény egyébként brutálisan jó, tehát ha valaki még nem olvast, akkor mindenféleképpen ajánlom, és mindenféleképpen ajánlom, hogy nézzétek. Szerintem a Boys-hoz hasonló szintű, hanem jobb minőségében. Ez egyébként egy bazi nehéz kérdés, hogy jobb minőségében egy animációs sorozat, mint egy élőszereplős. Én lehet, hogy azt mondom, hogy az írása az minimum egyenértékű vele, de lehet, hogy egy kicsit talán jobb is ebben a sorozatban. Bár ebben most tényleg nem szeretnék különösebben, hogy belemenni ülni. Na mindegy. Szóval az Invincible mindenféleképpen egy olyan sorozat, amit bátran ajánlok mindenkinek, hogy nézze, nem fogjátok megbánni, nagyon jól fogtok szórakozni rajta, nagyon-nagyon jó kikapcsolódás lesz, nagyon jók lesznek azok a dolgok, amiket szerintem az ember szeretne kapni ettől a sorozattól. Nagyon-nagyon, tényleg nagyon sok olyan pozitív hatás fogja majd élni. Igen, egy kicsit túl brutális, én ezt maximálisan aláírom. Ez az egy dolog, ami nem tetszik nekem benne, hogy tényleg azt érzem rajta, hogy kicsit túl sok, kicsit túl tolják már ezt a dolgot. Lehetne egy kicsikét visszavenni ebből az egész sztoriból is, de hát ez ilyen. Ilyen ez a show business, ilyen ez a popszakma. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem volt ma este is, vagy ma reggel, vagy napközben, vagy bármikor is hallgatjátok meg a BMW-t. Ma sem jutottam el egyébként az öt témámig, se baj, akkor a Superman és Loisról majd jövő héten mindenféleképpen szót fogunk ejteni, illetve Winona Earpről is. És ne felejtjétek azt is, hogy még én ezen a héten jövök. Egyelőre a terv az talán péntek reggel, egyelőre, mondom, nagyobb valószínűséggel egyébként nem hiszem, hogy meg lesz a péntek reggel. Péntek este vagy szombat reggel, igen, ez már egy fokkal reálisabb terv, ugyanis bemutatják most már ténylegesen azt a Godzilla King Kong ellen című mozit, ami 122 millióval indított múlt hétvégén, és amit tulajdonképpen ugye az egész box office-nak a legnagyobb hőseként fognak ünnepelni, vagy legalábbis hatalmas elvárásokkal várják ennek a filmnek a bemutatóját, hiszen most már rengeteg mozi megnyílt Amerikában, rengeteg mozi megnyílt a világ minden táján, és ez lett az első film, ami megtöri az átkot, és végre valahára nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt fog csinálni, vagy legalábbis 100 millió dollárt csak az amerikai piacon. Én ebben bízom, én ezért szorítok neki, hogy lépjük át ezt a bűvös százast, mert idén bőven lesz olyan film, ami nem csak egy százat fogja átlépni, de a milliárd közelébe is lehet, hogy el fog jutni. Szóval nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan fog majd teljesíteni, amikor ez jövő héten kinyit Amerikában, illetve hát ugye most ugye az HBO Max-en is debütálni fog, és mindenféleképpen meg fogom nézni ezt a filmet olyan hamar, amennyire csak tudom, és be fogok számolni róla itt a BMW-ben, és akkor jövő hétfőn pedig a Superman és Loisról lesz szó a Winona Earpnek,
Valószínűleg a negyedik évad 10-11. részéről szerintem azokra mind a kettőről mindenféleképpen szükség lesz, hogy beszéljünk, illetve elindul most csütörtökön, április 1-én a különleges ügyosztály, ami egy dupla epizóddal fog visszatérni, méghozzá egy dupla crossoveres epizóddal, ugyanis elindul az Elias Stableres spin-offja, a szervezett bűnözés című történet, és végre megtudjuk, hogy hol van Stabler az elmúlt 10 évben, és ezt tökre várom ezt a sorozat epizódot, úgyhogy mindenféleképpen lesz még lehetőségem azokra, hogy ezekbe a dolgokba is belemenjek, plusz rengeteg hír van, hiszen bejelentették az Obi-Wan Kenobi sorozatnak a castingját, csapatát, láttunk az új Star Wars animációs sorozatból is egy bizonyos előzetest, ami hát szerintem legrosszabb esetben is egy egészen korrektnek nevezhető dolog, mert hogyha az ember nagyon-nagyon szereti az eféle dolgokat, bár ez most így nem igazán tudom, hogy kinek mennyire jó. Rengeteg olyan izgalmas dolog történt egyébként az elmúlt időszakban is, amikről szerintem mindenféleképpen érdemes lesz beszélni, hiszen Amanda Seyfried ugye aláírt a Dropout-hoz, ami ez egyébként Nevin Andrews is csatlakozott, aki, ha jól emlékszem, a Lost-ból volt ismerős. A Dropout című produkcióban lesz majd ő látható. Aztán nagyon-nagyon sok olyan történetet láthattunk, illetve volt a Handmaid's Tale, kapott egy előzetest az elmúlt napokban, ami szintén nagyon sokaknak nagyon nagy kedvence. Én továbbra sem nézem ezt a produkciót, úgyhogy nekem annyira különösebben nem. Jordan Fisher pedig leigazolt az Arrowverse, méghozzá Flashben Bart Allenként, amivel én nem igazán tudom, hogy hogyan is kéne éreznem, mert nekem Bart Allen az egyik legnagyobb kedvenc, ami ugye Impulse figurája volt, és kíváncsi leszek, hogy majd mi lesz az a dolog, amit kihoznak belőle. Én nem is nagyon mertem beleolvasni abba, hogy őt milyen verzióban fogjuk majd viszont látni ebben a szériában, mert valahol elejtettek egy olyat, hogy lesz valami kis csavar a történetben, és ez engem iszonyatosan megrémisztett, és utána nem mertem elolvasni azt, hogy mit is terveznek tulajdonképpen kihozni ebből az egész történetből. Aztán nem is tudom, mi volt még az, ami igazából így nagyon-nagyon durván nagy hír volt, hiszen látunk egy új előzetes a Shadow and Bone című Netflixes produkcióhoz, ami április legnagyobb durranása lesz, és valószínűleg a streaming szolgáltató legnagyobb durranása egészen addig, amíg a vajákok vissza nem térnek a képernyőre. Szóval igen, és hát ugye, ahogy említettem, a Superstore Bo és Cheyenne spin-offja pedig nem fog megvalósulni, úgyhogy ennyi, és az American Gods pedig kasszát kapott, és nem lesz negyedik évad, viszont nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy majd egy TV filmet még azért megpróbálnak ez a harmadik évad után összehozni ennek a, nevezzük, hogy népszerű? Mondhatjuk ezt népszerű produkciónak? Szerintem, illetve az is kiderült a héten, hogy mikor fog visszatérni a Lucifer 5. évadának a második felvonása, ami szerintem enyhén szólva is egy brutálisan érdekes dolog lesz. Nekem még mindig meg kéne néznem egyébként a negyedik évadot, de hát ugye május 28-án még bőven van időm. Egyébként csak úgy hallgatjegyzem meg, hogy most április 28-a, 9-a környékén volt a Lucifer utolsó forgatási napja, tehát ők befejezték teljes egészében a sorozatnak a forgatását, és hát nekünk ez még legalább egy év lesz, mire mi találkozhatunk ezzel a produkcióval a képernyőinken. Gyarítom én, aztán remélem, hogy a Netflix majd azért rám akar cáfolni valamilyen szinten. Nem is tudom, hogy mi volt igazából, amire azt tudom mondani még így az elmúlt napokból, vagy az elmúlt hetekből, ami tényleg ilyen nagyon-nagyon durván érdekes és izgalmas hír volt. Talán tényleg nem volt nagyon semmi más. Leszámítva azt, hogy az Apple bejelentett egy David Attenborough-os produkciót, méghozzá a The Year Earth Changed című produkciót, ami április 16-án fog majd debütálni, méghozzá földnapján, és ugye Paul Ruddnak is érkezik majd a Tiny World című produkciója, illetve Tom Hiddleston által narrált Earth at Night in Color szintén ugyanez a nap fog debütálni, úgyhogy kíváncsian várjuk azt, hogy mi fog majd kikerekedni ebből a produkcióból. Engem mindenféleképpen érdekel, hogy hogyan is változott meg az elmúlt egy évben a világ, mert ez egy tök érdekes téma lesz, és egy tök érdekes olyan szituáció, amiről majd mindenki beszélni fog, meg szeretne, meg mit tudom én, úgyhogy én nagyon-nagyon szorítok annak, hogy eljussunk arra pontra, amikor ezeket a filmeket, meg sorozatokat, dokumentumokat már láthatjuk is,
Illetve az is kiderült, hogy a The Not Too Late Show with Elmo-nak berendelt az HBO Max a második évadát, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen egy iszonyatosan pozitív tulajdonsága lesz, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom ezt a történetet, és ugye az Obi-Wan Kenobi sorozat pedig megkapta az összes szereplőjét, és bejelentették azt is, hogy Joel Edgerton vissza fog térni a Star Wars franchise-ba, és ez nyilván egyébként rengetegen megörültek ennek a hírnek, ami tök jó, én már olyan régen nem láttam, hogy fogalmam sincs, hogy ki volt az Uncle Owen, tehát ki volt ez az Owen bácsi kategóriás színész ebben a történetben, de a legnagyobb név, aki szerintem csatlakozott az Obi-Wan Kenobi sorozathoz, egyértelműen Kumail Nanjiani, aki szerintem senkinek sem kell igazából bemutatni, úgyhogy nem is nagyon fogom őt bemutatni emiatt, de nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy mi lesz majd ebből a következő szezonból, és hogy mondom, ki fog derülni a jövő hétfői adásig az, hogy a Godzilla King Kong ellen hogyan fog tudni majd teljesíteni a filmszínházakban. Illetve nagyon-nagyon friss hírként érkezett, és muszáj megemlítenünk azt is, hogy Donald Faison lesz utópium, vagy mi az Isten, professzor, a készülő élőszereplős Pindur Pandurok CW verziójában, amiben én innentől kezdve egyre inkább bízom, hogy ez tényleg komédia lesz, és inkább komikusan fogják felfogni, vagy viszonyulni hozzá, sem mint egy tök komoly sorozat, mert azért az egy brutális dolog lenne, úgyhogy bízom benne, hogy a Pindur Pandurok tényleg inkább a mulatság és a nevetés irányába fog majd elindulni, még hogy a dramedy is lesz. Bár nem igazán tudom elképzelni, hogy miféle dramedit lehet majd ebből kihozni, de hát ez legyen az én személyes problémám. Mindenesetre örülünk annak, hogy Törk a Dokiból csatlakozott ez a szereplőgerdához, és muszáj megemlíteni még azt is, hogy az If You Sheldon plusz 3 évados berendelés kapott a CBS-től, ami azt jelenti, hogy 2024 nyaráig műsoron marad. Ez a népszerű sorozat, mely nálunk az HBO Go kínálatában látható. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek a figyelmet, találkozunk legközelebb, még ezen a héten, addig pedig popkultúrában nagyon gazdag hetet kívánok! Frasier has left the building.